Hol vetted a ruhadarabjaidat? A kabátot a férjemtől kaptam tavaly karácsonyra. Dévelszben az Azos Web oldalán rendeltem. Joe Browns, a nadrág, a csizma, az hőgül. A hőgül cipőt azért azt itt vetted az outletben. Igen, azt itt vettem az outletben, ez így van. Hogy vajon legyen rajtad Magyarországon is. Ez így van. És a táskád? No Name, és Sanders úton vettem szintén Dévelszben. Felsőm az, ő már nagyon régi, a kabátot Szinszébe vettem 2 évvel ezelőtt. És a táska? 2 éves, online vettem. Csizmámat nem tudom mikor vettem. Szóval régi darab? Igen, szerintem a táskámat még anyukámtól örököltem, ő hordta régebben. A kabát az egy Zara kabát, ez a tavalyi kollekcióval készült. A nadrágom nagyon régi H&M-es, ez olyan 10 000 környéken volt. A pólóm szerintem ugyanúgy egy H&M, és a cipőm pedig egy Nike. A cipőt ezt a Dorkóba vettem. Gyakorlatilag minden a cipőt kivéve, minden a netről rendelt. Nagyon harmonikus. Az Reserved, a szoknya az pedig Pull&Bear. Pont ma kellett bevallanom az igazságot egy úriembernek, aki megkérdezte, hogy honnan van, a Shein-ről rendeltem. Nagyon olcsó volt, és hát Van Gogh. Amúgy ez az ing, ez a H&M-ből van. Ez is a H&M-ből van, férfi részleg, az a legjobb. Én amúgy mindent a H&M-ből veszek, de van, nem tudom, én nem nagyon adok a divatra. Végig, amíg beszélt, azon gondolkoztam, hogy honnan ugrasztottam ezt a ruhát, ami eredetileg csak idáig ért. Mert hogy az megboldogult lánykoromban, tehát elég rég volt ez, és úgy ítéltem meg, hogy kicsit rövid, ezért elmentem mindenféle textilüzletekbe, és kigondoltam, hogy nagyon jól néz neki egy ilyen spanyolos, ilyen hullámos valami az aljára, és ezt külön megvettem, és ezt tudom, hogy elég retro, egy varrónővel hozzávarrattam. Cipőcske, szerintem ez is egy teljesen ez a egyszerű. Debreceni vidéki cipő. Igen. Volt a kocsok azért. Ez nem, egyébként. De igen, szerintem. Ne, ez nem az, ez az a nagyon vicces, kár, hogy nem azt vettem föl, az egy fantasztikus cipő lett volna, szallagos, masnés fűzővel, mindenféle textil formákkal, fa sarokkat, azt nagyon imádtam. De viszont már sok lett volna ehhez a kendőz, amit szintén nagyon szeretek, és fogalmam sincs, hogy honnan van. Ez viszont egy igazi bőrtáska, ezt nagyon szeretem. Szerintem ez a legdrágább a szedben. Ez a Zarából találtam, ezt nagyon szeretem, ezt a kabátomat. Ez is egy Pull&Bear-es darab. Ez is szintén Zarás. Ha jól tudom, akkor onnan van. Mennyibe került? A kabát volt körülbelül 12 000 forint, a nadrág azt mondom szerintem 10 000 forint, a póló az 5 000, és a cipőm 32 000. Ez egy nagyon szerencsés találat, 200 forintért turiztam az Etelep környékén, szóval ez egy igazán szerencsés összeállítás így árban is. Az ing az minőségi, és mondjuk 10 kb, ilyen 15. Tehát akkor az egész szettet 20 000 alatt hát van. Igen, bőven, igen. A születésnapos kedvéért van. Édesanyám 95 éves, retro kabátja. Körülbelül nem tudom hány éves, tehát hogy mennyibe került, fogalmam sincsen. Ki az, aki ötleteket ad, hogy hogyan öltözködjék? Baráti kör esetleg? Hát a social médián inkább, Pinteresten szoktam legtöbbször nézni. Hát ezt nem tudnám megmondani, így egyszer csak jön valami, hogy most én ilyet szeretnék, és akkor keresek. Többnyire nem találok, de valamikor igen. Ami nekem tetszik, azt felveszem, ami nem, azt nem. Úgyhogy nehezen is vásárolok. Ki adja az ötleteket, édesanyád esetleg? Nem, én ugye a kisképzőbe járok, ott mindenki nagyon egyéniség, ott mindenki úgy öltözködik, ahogy akar. A nők nyakkendőben, a fiúk ruhákban, és az a közeg az, ami meghozta nekem azt, hogy így kifejezhessem önmagam, és ez. Részben Pinterest, tehát internet az, ahol így keresek dolgokat, de szimplán, ha látok egy jó szerelést az utcán, és megtetszik, vagy akár a fejembe összeállítom vásárlás közben. Igazándiból így figyelem a divatot, és ami megtetszik, nem vagyok teljesen divatkövető, nyilván ami hozzám illik, azt szívesen viselem én is, de így utcán nézelődöm, tehát nincs senki nekem ilyen, aki segítene ebben. Te a leányodtól inspirálódsz ezek szerint, vagy azért nézel interneten is? Nem tőlem, az biztos, hogy nem. Csak én a nagyon fekete-piros összeállítást nagyon szeretem. Igen. És a szüli napom alkalmából édesanyám most azt vette fel, amit én szeretek, de te a régi, ilyen retro style. Igen, tehát hogy valahogy azt próbálom,
összehozni, hogy már nem vagyok ugye egy mai csirke, és akkor ehhez a hófehér hajhoz csináljunk valami furcsát, mert azt mondta egyszer az egyik fodrász, amikor ilyen tüsű volt a hajam, hogy ahhoz viszont valami nagyon föltűnőt kell az arcra tenni. Hát most nem az arcom, hanem a többi részem föltűnő színű. Meg a hordókocsimhoz.